Már hagyománnyá vált Mezőtúr városában, hogy minden évben megrendezik a kubikos megemlékezést szeptemberben. Idén hogyan emlékeznek, és hanyadik alkalom ez? Az idei alkalmunk az a 11. Most tekintünk vissza a 20. század első felére. Kimeríthetetlen ez a megemlékezés, hisz Mezőtúron annyi sok kubikos család van, hogy talán 20 év alatt se érünk a végére. Így kénytelen vagyunk ötössivel megemlékezni a kubikos családokról, hisz úgy tele vannak élménnyel, és azért gondoltam, hogy minél hamarabb kezdjük el, hogy ezek az élmények ne vesszenek el. Hogyan fog felépülni a mai műsor, hiszen átmegyünk majd az újvárosi iskolába is? Az egész visszaemlékezést úgy terveztük a 10. évforduló után, hogy minden megemlékezett volt kubikosról csinálunk egy emléklapot. És ahány családja volt, vagy esetleg ha család nincs az unokájai, azoknak mindegyiknek adunk egy-egy emléklapot egy kis csomaggal. A lezajlás úgy fog történni, hogy itt egy megnyitóval különböző szervezetek hozzá fognak a gondolataimhoz szólni, meg kiegészíteni, majd jön a koszorúzás, sőt, előtte lesz egy kultúrműsor, utána egy koszorúzás, utána pedig a hálavirágokat fogjuk elhelyezni. Ezt követi az emléklap átadás. Az emléklap átadáskor egy rövid visszaemlékezés, gyertyagyújtás, és név szerint meg lesznek szólítva azok a jelen pillanatban visszaemlékező kubikosok, visszaemlékezésre kijelölt kubikusnak a nevei, akik lényegében a gerincet alkossák ennek az ünnepségnek. Utána meg hagyomány szerint egy kis kubikus kóstoló. Immáron 11. alkalommal rendeznek kubikos megemlékezést Mezőtúron. Mit tudhatunk az esemény hagyományáról? Igen, ez egy nagyon jó kezdeményezés. A munkáspárt Hájt Herceg Antal, az újvárosi hagyományőrzők vállalták föl ezt a hagyományt teremtő megemlékezést, és immár tényleg a 11. alkalommal vagyunk itt, és emlékezünk erre a szakmára, ami a kubikosságot eleveníti föl, kubikosság hagyományát eleveníti föl. Mezőtúrra, a Délalföldre volt jellemző ez a szakma. Az 1800-as évek közepétől az iparosodás fellendülésével és ezáltal a mezőgazdaságból fölszabaduló százezrek tömegét befogadó szakmával indult ez a kubikos szakma, és Mezőtúron is rengetegen váltak nincstelenné, munkanélkülivé annak idején, és itt találták meg a számításukat ebben a szakmában, a kubikosságban. Ez egy nagyon kemény, emberpróbáló munka volt, tehát rendkívül komoly fizikai munkát végeztek, de mégis hűek maradtak Mezőtúrhoz, több 100 kilométerre mentek el munkát vállalni, de mégis visszatértek Mezőtúr, a családjuknak a pénzt átadták, és bizony-bizony után újabb munkákat kellett, hogy vállalniuk, és tényleg elmondhatjuk, hogy több száz, sőt ezer kilométerekre is el kellett menniük munkát vállalni. És tehát egy nagyon nehéz kenyérkereset volt ez a szakma, és őrájuk emlékezünk ebben vagy emlékeznek a hagyományteremtő megemlékezéssel a mezőtúriak.